Jól játszottam a szerepem ebben az életnek nevezett komédiában. Vagy csupán kegyetlen voltam. Jól játszottam a szerepem ebben az életnek nevezett komédiában. Tapsot kérek. Augustus, első rész. Magyar hangok. Végvári Tamás, Pápai Erika, Hámori Ildikó, Rajkai Zoltán, Solecki Janka, Crespo Rodrigo, Lippai László, Horváth Lili, Mihály Győző, Bartuc Attila, Fekete Zoltán, Dobránszki Zoltán, Faragó András. Előtt 12 évvel. Oh, az unokáim! Gaius, Lucius! Nézzétek, teljesen az anyjukra ütöttek ezek a kis ördögök! Nem igaz! Azt mondanám, inkább a nagyapjukra. Gyertek, fiúk! Nagyapátok most éppen király, nem ér rá veletek játszani. Julia, nem vagyok király. Rómának nincs királya. Jól van, fiúk, menjetek édesanyátokkal. Agrippa holnapra hazatér. Ha apátok megjön, nagy csatát vívunk majd anyátok házában. Igen! Mindenkit legyőzök. Jobb bajvívó vagyok bármelyik kötöknél. Ez így igaz. Soha ne engedjétek, hogy egy nő kardot fogjon. Róma népe, 30 éve békesség uralkodik a birodalomban. Követelem, hogy éberen őrizzétek a rendet és békét, hogy megtartsuk újra visszanyert köztársaságunkat, a köztársaságot, melynek egész életemet szenteltem. Augustus! Egy petíció! A földemet jogtalanul lefoglalták! Menj a magisztrátushoz. Én vagyok a magisztrátus, Julius. Mutasd a petíciódat.
isteni csoda! Jupiter megmentette Augustust! Köszönöm, Jupiter, hogy elővigyázatosságra intettél. Ez egy bőrmelvédő. Titkomra fény derült. Jól vagyok, Julia. Ez jó. Agrippa meghalt! Ja! Ja! Agrippa meghalt! Ó, később, 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 ha lehet, kérlek, kérlek. Augustus, bocsáss meg, hogy megzavarom a fürdőzésedet. Lucius Tutilius, miért viselsz egyenruhát? Ismét csatába megyünk mi öregek, hogy visszaszerezzük fogainkat? Sajnos, rossz hírt hoztam. Olyan rosszat, hogy egyenruhát kellett húznod? Olyan rosszat, hogy leghűségesebb katonámra bízták? A rossz hírt gyorsan, hirtelen fájdalommal kell közölni, Lucius. Marcus Agrippa halott. Nem. Tisztának kell lennetek, mire apátok hazatér. Hazatér! Hazatér! Igen, Agrippa holnap hazatér. És nagyapátok biztonságban lesz. Julia? Apám, nem vettem észre, hogy itt vagy. Jól érzed magad? Nagypapa! Fiúk, összevizezitek a nagypapát. Elég volt. Töröld meg és öltöztest fel őket. Apám, annyira féltem. Ki volt a merénylő? Szeretlek. Én is téged. Rettenetes hírt hoztam, erősnek kell lenned. A férjed meghalt. Hogy? Hogyan? Hirtelen. A hazafelé úton. Agrippa halott. Az istenek elvették őt tőlünk. Apám, hívok egy orvost. Nem. Túl sok silány orvos vesz körül. Mindig gyűlöltél azért, hogy hozzá kényszerítettelek Agrippához. Eleinte apám lehetett volna. De ahogy megismertem, megszerettem. Két szép fiúval ajándékozott meg. És a házasság békés átmenetet biztosított volna, ha meghalok. De most, hogy ő halt meg, Julia, nem tudom, mihez kezdek nélküle. Mellettem állt a kezdetektől fogva. Olyan beteg voltam aznap. De semmi sem akadályozott volna meg, hogy Cézárt szolgáljam. Octavius, hogy indulhatsz? 33 évvel korábban. Megmondtam, anyám. Az apát sem engedne el. Apám olyan régen halott, hogy már az arcára sem emlékszem. Csak a bácsikát tekint fiának. Igen. Ha Julius Cézár tudná, hogy beteg vagy. De nem tudja, és nem is fogja. Elmegyek. Nekünk fontos, hogy visszatérj. Még mindig lázad van. Amikor Cézár Rómába hozott,
az unokaöccseként mutatott be. Most, hogy a hispániai csatába hív, mennem kell. Nem hagyhatom cserben. Anyám, próbálj megérteni. Ha Cézár megnyeri ezt a csatát, véget ér a polgárháború. Nem bujkálhatok itthon. Apa nélkül nevelkedtem fel. Nem akarom elveszíteni az egyetlen bátyámat. A katonáknak is van húguk, és feleségük és lányaik. Mégis követték Cézárt a háborúba, mert háború nélküli Rómát ígért nekik. Hát persze. Most már értem, miért hív harcba a nagy Cézár. Szemmel láthatóan erős harcos vagy. A bajvívás mestere. A dárdahajítás mestere. A jövő nagy katonája, Marcus Agrippa megérkezett. És most is elvarázsolja a húgom szívét. Köszönöm, hogy magaddal viszel, Octavius. Nélküled sehová sem mennék. Üdvözlégy, Attila. Marcus Agrippa. Cézár szólított. Mennem kell. Visszajövök. Ígérem. Negyven évvel ezelőtt elhagytuk otthonunkat, vidéki fiúkként. Nem tudtunk semmit. Cézár megengedi, hogy harcol? Nem tudom. Előbb Rómába megyünk, ahol találkozunk kísérőnkkel, Tutilius Centurióval. Rómában tudják már a lányok, hogy jön? Bizonyára. Versenyezzünk. Holnap Mundába megyünk, de ma este megmutatom a világ legszebb városát. Ha megbízol-e velünk? Lucius Tutilius vagyok. Gaius Octavius. Galliában szolgáltam Cézárt. Még mindig Hispániában üldözi Sixtust. Ellenséges területen. Veszélyes utunk lesz. Én leszek a kísérőtök. Cézár szerencséje megvéd. Pirkadatkor indulunk. Ma éjjel alhattok a sátromba. Mutatom az utat. Köszönjük, de megmutatnám Rómát a barátomnak. Talán majd napvilágnál. Éjszaka veszélyes.
Nem őrzi Marcus Antonius a várost? Ő a római konzul. Nem győzték le Cézár minden ellenségét? Cézár legyőzte őket. Majd megkímélte őket, mert rómaiak. Most cselszövéssel mondanak hálát. Cézár nagy tábornok. Az unokaöccse vagyok. Csak ugyan? Nos, unokaöccs, a polgárháború még nem ért véget. Nem is fog, amíg Cézár ellenségei életben vannak. Mondd meg Julius bácsikádnak, hogy ölje meg őket, mielőtt ő tölik meg. Ki volt ez? Marcus Antonius. Marcus Antonius. Szerencsét, hogy nem vette a fejed. Centurió, hajnalban indulunk. Hadd mutassam meg a barátomnak a várost. A főbb utcákon maradunk, megígérem. Nem parancsolhatok Cézár úrnak a öccsének. Köszönöm. Na ugye, megmondtam. Hát nem gyönyörű Róma. És itt vannak a híres római hölgyek. Szép lány. A barátom szeretne megismerni később. Kérlek, segítsetek. Nincs ennivalónk. Tessék, ez a tiéd. Köszönjük. Bocsássatok meg, hogy pénzt kérek. Volt földem, szorgalmasan műveltem, de a nemesek, Róma semmire kellői elvették. Etettem kell a családom, ezért koldulok. Tessék, fogd, és vigyázz a családodra. Köszönöm. Rendes emberek vagytok. Köszönöm. Köszönöm. Gyere. Mocskos ez a város. És olyan szegény most. A mohó nemesek és a polgárháború tette ezt. Ők szítottak harcot a rómaiak közt. Menjünk vissza. Jó. Arra. Bocsáss meg. Láttad? Csinos. Csinos? Ő? De mit keres itt éjszaka? Egyedül. Segítség! Segítség! Eresztítek! Eresztítek! Fuss! Köszönöm. Megmentettél. Nem lenne szabad éjjel az utcán járnod. Túl sokáig maradtam a barátnőmnél. Ki vagy te? Te ki vagy? Nem a városból való. Nem. A nagybátyámhoz tartok, hogy az oldalán harcoljak. Reggel indulok. A nagybátyád büszke lehet, hogy ilyen bátor katonája van. A nevem Lívia. Ki ellen harcolsz? Sixtus ellen. Sixtus? Ki a nagybátyád? Cézár. Cézár? Akkor csak sajnálni tudlak. Az egy háborús uszító. Hagyja rothadni Rómát, miközben rómaiakat öl. Az apám nemes ember. Cézár el akarja pusztítani a nemeseket. Jó itt, unokaöccs. Mikor érkezünk meg végre? Hadd szesztercic a szamárért és a kocsiért. Köszönöm, uram. Jól van. Indulás. Gyerünk, indulás.
Cézár tábora, Munda, Hispánia, Krisztus előtt 45-ben. Octavius, megjöttünk. Munda, Cézár tábora. Feküdj le. Hozd ide a lovam. Bolond, nem vihetlek Cézár elé holtan. Árt az előmeneteletnek? Nem üdvözölhetem Cézárt egy kétkerekű kordéról. Neked is csak két kereked van. Ás, és mellettünk harcol. Végre. Lázban ég a tested. Vigyázz, ne vegyék észre. Nem utasd gyöngeséget. Hadd segítsek. Hadd segítsek ásni, légionáriusok. Hogy érzed magad? Jó. Jöjj. Végig kergettem Sixtust Hispánián. Holnap ütsz rajta? Sixtus katonái csak a zsoldjukért harcolnak. Azt hittem, megadja magát, ha csatlakozik hozzánk a két gallégió. Ezt az üzenetet kaptam. Felkelés tört ki Galliában. Egyik légió sem tud támogatni. Mit csinálsz most? Nem tudom. Nem vagyok Isten öcsém. Csak egy tábornok, aki a katonáit akarja megmenteni. Itt a váltás! Végre itt váltás! Sixtus tábora. Tökéletes római védővonalat állított fel. A világ legjobban képzett katonái segítik. Rómaiak. Nem akarok több római vért kiontani, Octavius. A polgárháború csak haszontalan vérontás. De harcolnod kell. Rómáért. Az életemért harcoltam. Ellenségeid azt mondják, császár akarsz lenni. Róma elpusztul, ha nem cselekszünk. A birodalom provinciái várnak. Mire? Békére. Biztonságra. Igaz bíróságra. Központi irányításra. Egy ilyen Rómáért harcolok. Csak Cézár tud ilyen világot teremteni. Holnap támadunk római ellen. Ellen harcolunk. Ha legyőznek minket, rabszolgák lesznek. Nemesek rabszolgái, akik nem törődnek családotokkal és otthonaitokkal. A nemesekek is csapata rombolta le Róma nagyságát. Kész vagytok meghalni a szabadságért? Igen! Az igazságért? Igen! Kész vagytok meghalni Rómáért? Igen! Vér! Igen! Becsület! Igen! Győzelem! Igen! Rómáért! Vég! Becsület! Győzelem! Vég! Becsület! Győzelem!
támadásra felkészülni! Rómáért és a szabadságért! Ti maradjatok a hátvéd sorban! Támadás! 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 Szégyellitek átadni tábornokotokat az árulóknak! Támadás! Cézár parancsa. Rómáért! 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 Tiéd a győzelem, Cézár. Győzelem. Együtt temessétek el az embereket. Rómait a rómaival. Most ontottunk utoljára vért. Octavius! Octavius! Megsebesült. Nem kellett volna harcolnod. Megparancsoltam, hogy maradj hát. Győzött Róma? Győzött, fiam. Fiam. Aznap a sorsom szólított.
Cézár oldalán maradtam élete végéig. Agrippa pedig mindig mellettem állt. Én is mindig melletted állok, apám. Agrippa meghalt. A halál számomra már nem csak egy gondolat, Júlia. Egy ember. Az ajtóban áll. És odakint az utcán, a mezőkön. És vár. Ember arca van. Most már felismerem. És kérdéseket tesz föl nekem. Gaius, Lucius, mondanom kell valamit. Az apátok. Holnap hazajön. Nem, én... Ellenség! Fiúk! Álljuk lehetőség! Júlia, nagy kérés lenne, hogy fektesd le a fiaidat? Elég, menjetek aludni! Lívia, ne beszélj így a fiaimmal! Fiúk, ideje ágyba bújni. Miért nem mondtad meg nekik? Már tudod? Miért lepődsz meg? Mondd el, mielőtt kínos helyzetbe hoznak. Hogy közöljen velük az apjuk halálát, Lívia? Alig ismerték. Jó apa volt és jó ember. Ó, kérlek, Júlia, ne játszd nekem az ifjú özvegyasszonyt. Kegyetlen asszony vagy, Lívia? Igen, lehetséges. És szükséges. Hol van Augustus? Itt vagyok. Jöttem, mihelyt hallottam. Még nem jelentették. A gyilkos nem római volt, a megbízója ismeretlen. Nem vagy biztonságban, amíg nem tudjuk, ki az. Marcus Agrippa meghalt. Igen. És szövetségbe tömörül az ifjú nemesség. Nem hallottad, mit mondtam, Lívia? A legjobb barátom volt, és most halott. Igen. Ellenségeid csak a megfelelő pillanatra várnak. Ez az a pillanat. Agrippa az örökösöd volt. Te is majdnem meghaltál ma. Mit gondolsz, hol lesz holnap a birodalmad? Ha jól sejtem, fiad botladozó lábánál, pontosan ott, ahol szeretnéd. Igen. Amennyiben örökösödként ismered el. Tiberius nem az én fiam, Lívia, a tiéd. A vérem Júlia fiainak erejében folyik. Ő a tökéletes utód. Tiberiust a hadsereg is kedveli. Egyes vélemények szerint te bérelted fel a gyilkost. Te nyernél a legtöbbet a halálommal. Ezt mondják. Hogy biztosítsd, hogy a te véred folyjék az új vezetőben. A fiadban. Ígéretes nyeremény. Legalábbis a pletykafészkek számára. Elvesztettem a férfit, akit a legjobban szerettem. Nem csak a férfit, Augustus. Asszony sem volt, akit jobban szerettél. Szeretlek, Lívia, mindig szerettelek, és szeretni is foglak. Mindketten beleszerettünk a sorsodba. Nem. Téged előbb szerettelek. Igen. De azután... Azután sokkal nehezebbé vált az életünk. Most menj el. Egyedül akarok lenni. Egyedül vagy. Thank you.
Apám, több mint egy hónapja ki se léptél innen. Gyermekeim elvesztették az apjukat. Most elveszítik a nagyapjukat is. Hosszú ideje gyászolod Agrippát. Ki kell nevezned Tiberiust örökösödnek? A fiat csak egy jó katona, semmi több. Nemesi vér? Egész életemben. A nemesek mohóságával szemben védtem a hazámat. Ő az egyetlen választásod, te is tudod. Alkalmas rá, ismerd el. Nevezd ki tábornoknak, ahogyan az apját. És hogy van az első férjed, Dulard? Kár, hogy a fiad az apjára ütött. Kár, hogy a lányod nem tiszteli a feleségedet. Hogy érted ezt? Júlia ma este megint elmegy. A nemes barátai valakik nem kedvelnek. Lehet, hogy köztük van a gyilkos felbújtója. Nyilvánosan örökösömnek neveztem ki két unokámat, ahogy Cézár is tette vele. Hiszen még gyerekek. A szenátus nem fog belemenni, az én fiamat választják. És ha meghalnak az unokáid? Miket beszélsz? Mi van, ha előtted kell meghalniuk? Hogy mondhatsz ilyen szörnyűséget? Ezt is figyelembe kell venned. Nem. Nem kell figyelembe vennem az unokáim halálát, sem nekem, sem neked. Hol vannak a gyerekek? Alszanak. Ki vigyáz rájuk? Alessia, mint mindig. Megbízható? Apám, születésük óta ő vigyáz rájuk. Mi a baj? Fejezd be az öltözködést. Már befejeztem. Ez a legújabb divat. Vagy talán lepelbe akarsz burkolni, ahogy gyermekkoromban tetted? Talán valamivel több lepelbe. Most, hogy letelt a gyász ideje... Mindig megtettem mindent, amit kértél. Ezért gondolom, hogy ezek a bálok... Megkaptad, amit akartál, apám. A fiaimat. Most engedj élni. Vigyázz! Éljen a királynő! Szívió Marcella! Neveket ne! Árruhában vagyunk. Még apád letartóztat, hogy megbotránkoztatjuk Rómát. Megbotránkoztatját? Ezért kedvesz minket? Rossz gyereknek nevez minket. Teljesen igaza van. Valóban. Augustusnak mindig igaza van. Ki ez a rejtélyes idegen? Számodra nem idegen. Honnan tudjam, ha nem látom az arcát? Megismered a csókjáról? Gyertek, vár ránk a mulatság! De az apád. Az apád, az apád. Miért ne fogadná el az apád? Mit követelhet még tőled? Nem elégedett meg azzal, hogy hozzá kényszerített a vén Agrippához, hogy örököse legyen. Élete végéig hűséges voltam Agrippához. De most megtaláltalak. És megtanítottad, hogy mi az igazi szerelem. Julius. Akkor gyere az ágyamba. Nem lehet.
Hónapok óta gyászolod az úgynevezett férjedet. Te már megtetted a magadét Rómáért. Csókolj meg. Szökjünk meg Rómából. A Gallián túli szigetre, ahol kékre festik magukat a papok. Táncolnánk velük a hold alatt, és megfeledkeznénk Rómáról. Nem óhajtunk sem elfelejteni Rómát, sem elhagyni. Apád megtette. Igen. Marcus Antonius meghalt Rómáért. Augustus ölte meg. Julius, mondtam. Ezt nem akarom többet hallani. Gyere, Júlia, lekéssük a mulatságot. Siessünk. A kezedben van. Mindent megtesz, amit akarsz. Lassú víz leszek. Nem sürgethetem nagyon. Ezúttal nem vallhatunk kudarcot. Bosszút állok apám meggyilkolásáért. És Júlia lesz a kardom. Ülj le, Tiberius. Köszönöm, anyám. Inkább állok. Augustus egészsége gyönge. Nem tudom, mennyi ideje van hátra. Nagyon nehéz időszak ez számodra. Nehézségeink adódtak. Nehézségeink? Az örökös kérdését tekintve. Ő Agrippát választotta. De most, hogy meghalt, szövetségek születnek, melyek tönkre tehetik életünk munkáját. Anyám! Augustus egyensúlyt teremtett Róma két lelke között, a szenátus és a nép közt. De ha felborul az egyensúly, újabb polgárháború lesz. Nem én kellek neki. Gyorsan kell cselekednünk, és megmutatni, hogy te leszel Augustus utódja. A te fiad vagyok, nem az övé, ahogy Júlia az ő lánya, nem a tiéd. Pontosan. Te az én családom tagja vagy, nemesi vérből. Ezért kell feleségül venned Júliát. Nem, anyám. Nem szeretem. Ennek ehhez semmi köze. Szeretem a feleségemet. Mindig őt szerettem. Igen, Tiberius. Ezt akkor is mondtad, amikor elvetted azt a kis libát. Akkor elnéztem a bolondságod. De most már nem. Elválsz tőle, és elveszed Júliát. Én katona vagyok, nem politikus. Te leszel a császár. Nem akarok az lenni. Az események nem azon múlnak, hogy mit akarsz, vagy én mit akarok. Az a dolgunk, hogy megtartsuk a birodalmat. Ami úgy tűnik, mindig a leghőbb vágyad volt, igaz, anyám? Augustus már kinevezte a két unokáját örökösének. Gyönge gyermekek, meghalhatnak. Anyám, csak nem. Mire gondolsz? Csak azt mondom, hogy gyakran megfáznak, lázasak. Gyöngék. Igen. Ahogy a fiad is. Gyönyörű ez a templom holdfényben, apám. Amikor megépült, azt reméltem, megőrzi Cézár álmát Rómáról, de azt hiszem, az már rég feledésbe merült. Szörnyeteggé válhat a város, ha nem vagy erősebb nála. Apám, ne. Júlia, teljes szívemből szeretlek. Nem kérheted ezt tőlem, apám. Liviának igaza van, a saját, a gyermekeid és a Róma érdekében. Hozzá kell menned Tiberiushoz. Apám, nem! Ha az utódom személye nem egyértelmű, amikor meghalok, a fiaidat meggyilkolják, efelől nincs kétségem. Nem kérheted ezt. Nincs más megoldás. Lívia fiának és Augustus lányának házassága azonnal biztosítaná az utódot. Biztonságban lennél te is, a fiaid is, és a Róma városa is. Biztonságban? Elveszne az életem. Látszat házasság lenne. Távol tartom tőled Tiberiust. Róma legtávolabbi sarkába küldöm a határvédelmére. Julius szeretem. Julius választom. Nem. Julius az ellenségem fia. Marcus Antonius halott. De az ideái élnek. Azonnal kitörne a polgárháború. Julius azt hiszi, én vertem szét a köztársaságot. Azt hiszi, hogy zsarnok vagyok. Mert zsarnok vagy! Julia!
Júlia, üljünk le. Gyere. Róma stabilitása biztosítva lesz, amíg felnőnek a fiaid. 10 év múlva Lucius... 10 év? És ha meghalsz? Nem halok meg. Megérem, hogy a fiaid uralkodjanak Rómában. És megéred sanyarú öregkoromat. Ezt a sorsot tette le kezembe isteni atyám, Julius Cézár. Voltam valaha más is számodra, mint eszköz, hogy beteljesítsd a sorsod? Soha senkit nem szerettem úgy, mint téged. Akkor miért veszed el tőlem az életem? Ha valaki elveszi az életed, az nem az én kezem, hanem ugyanaz a kéz, amelyik tőlem elvette az enyémet. Róma nem csak egy állam, Júlia, hanem a civilizált világ reménysége. Ha Róma elbukik, meghal a civilizáció. Cézár tudta. Amikor belovagoltunk Rómába Munda után, úgy éreztem, a világot mentettük meg. Marcus Antonius várt minket a kapunál. Úgy nézett ki, mint maga Mars. Marcus Antonius konzul, hagytál nekem egy pohár bort, visszatértem örömére? Minden cseppre szükségem volt. Mivel itt hagytál ebben a hitvány városban, míg te elmentél és learadtad a babérokat. Marcus Antonius, ismerkedj meg unokaöcsémmel Octaviusszal, és barátjával Agrippával, bátran küzdöttek Mundára. Igen, már találkoztunk. Bátorságotok híre megelőzött benneteket. Ne vegyétek komolyan Marcus Antonius hízelgését, fiú. Engem figyel. Ki? A lány, akit elveszett. Hol? Valahol. Hé! Hey. Fedd fel a sebet, hogy jobban láthassa a hősi véredet. Cézár, ahogy öcsédnek mondtam, eljött az idő, hogy megtisztítsuk a várost. Ez tartalmazza ellenségeid nevét. Mit oldana meg a halálot? Mi értelme, hogy peckesen feszítsenek, miközben újabb összeesküvés szőnek ellened? Könyörület. A könyörület lesz a fegyverük. Te leteszed a fegyvered, de az ellenségeid ne. Nem kívánom az életedet, Sixtus. Ugyanúgy kegyelemben részesülsz, mint embereid. Senki nem lesz bosszú áldozata, aki ellenem harcolt. Közkegyelmet hirdetek! A polgárháborúnak vége! Ez a te döntésed. Én egyszerű katona vagyok. Mondd, mi lesz a következő cél? Véget vetni a háborúknak. Béke és igazság mindenkinek. Jól beszélt a fia. Fia. Tisztelt vendégeim! Egyiptom királynője és Róma nagyszövetségese, Kleopátra! Éjjel! Egyiptom királynőjére! Cézár, látom néhány ellenségedet. Mindet meg kellett volna hívnod, és hazaküldetned a holttestüket.
Azokra figyelj, akik szeretnek. A neved Octavius. Livia Drusilla vagyok. Nem lázadtam Cézár ellen, mert a szüleim sem. Az ember nem hozhat szégyent a szüleire. Közeli jelenlétem nem hoz szégyent rájuk? Azt hiszik, kémkedem. Egyszerű származásod ugyanúgy ismert, mint ősi nemességem. Lehet, hogy csak titkokat próbálok kicsalni belőled. Némely nemes hölgyek alacsonyabb rendű ifjakban lelik kedvüket. Színészekben, házi szolgákban, még rabszolgákban is. Kedvelik az exotikumot. Te azonban egyszerűen szerény vagy. És a szerénység nem egy híres nemesi erény. De én szerény vagyok. És még szűz. Oh, ez szerénytelenség. Igaz? Cézár császárrá koronáztatja magát. És ő lesz a császárné. Soha. Ne álmodozz. Egy ellenség lesz a császárné. Te pedig csak egy fiú vagy. Királynő. De csak egy lány. Mint te. Igen. Csak egy lány. És egy fiú. Köszönöm, öcsém, hogy felhívtad a figyelmemet erre a földművesre. Ő kicsoda? Az ott a nagy Cicero. A parasztodnak esélye sincs. Könnyű megérteni, hogy ez az ember vissza akarja kapni ősei földjét. A szerződés aláírója az egyik legtiszteletreméltóbb nemes ember, Gaius Cassius Longinus. Kölcsönt adott, melyet sajnos nem kapott vissza. Ezért a kérdéses birtok most Cassius jogos tulajdona. De a birtokot felgyújtották. Ami természetesen nem a kliensem hibája. Ott egy tanú, aki az ellenkezőjét állítja. Egy tanú? Igen, ő gyújtotta fel a házunkat, és elfutott, mielőtt megfoghattam volna. Igaz ez? Miért tetted? Felbéreltek? Igen. Kicsoda? Kicsoda? Hazudsz! Ügyfelem Cassius visszautasítja a vádat. Ez az ember nem római, nem lehet bizonyíték ellenem. Cicero, hadd közöljem Cassiusszal, hogy mindenkinek vannak jogai, aki a római törvények szerint él. Új Rómát építünk magunknak, barátaim. Olyan Rómát, amelyben minden polgárra és alattvalóra ugyanaz a törvény vonatkozik, mint a nemes emberekre. Cassiust kötelezem a kár megtérítésére. A kár összege 10 000 szesztercius. Ezzel együtt semmissé nyilvánítom a földre és a birtokra vonatkozó követelését. Visszatérhetsz birtokodra. Itt várj! Köszönöm, köszönöm! Visszaadtad az életemet! Kérlek, állj fel! Én csak igazságért folyamodtam. Tönkrement az életem! Éhezett a családom! Állj föl! Állj föl! Nem ő csinálta. Cézár. De Cézár nem tudott volna az ügyemről, ha te nem vagy. De te kiváltságos létedre is törődtél velem és a családommal. Imádkozom érted az istenekhez, de már ismernek téged. Megérintettek, Octavius. Nagyszerű ember vagy, és a világ hamarosan megtudja, amit én. Hagytad, hogy lábad csókoljon. Hogy? Jól esett. Tévedsz. Hivattál, bácsikám? Gyere csak, fiam. Gyere. Gyönyörű ez a reggel, és gyönyörű a város. A legszebb a világon. Még nem is láttad a világot, öcsém, de kell, hogy lásd. Ezért holnap indulsz Hellászba, Agrippa is elkísér. Hogy?
Ott retorikát tanulhatsz és gyakorlatozhatsz a macedón légiókkal. Miért küldesz el ilyen messze? Mundánál beszéltem neked egy világról, ami nem létezik. Meg kell teremteni ezt a világot. Különben Róma elveszett. Te meg tudod teremteni? Én vagyok, aki választott, aki megteszi, Octavius. Szólítottak az istenek, és követem hangjukat. Most neked kell döntened. Nem az istenek irányítanak minket. Ha akarod az álmot, most a tiéd lehet, fiam. De fel kell készülnöd. Tanulnod kell. Megnyerned a légiókat. És bíznod bennük. Hallgatni a hangjukra. Szeretni őket. Értük élni. Hogy meghalljanak érted. Ugyanis egy napon pontosan ezt kell tennie egyikünknek. Az életedet kérem tőled, Octavius. Nem kevesebbet. Kész vagy odaadni az életedet, fiam? Azonnal. Igyekeztem nem kimutatni, de teljesen összezavarodtam. Octavius. Felkerestem azt, akiben a legjobban bíztam. Köszönöm, hogy eljöttél. Gyönyörű volt. Rémültnek látszol. Mondd el, mit tudsz? Cézár eltitkolja az igazságot. Csak szóbeszédet hallok. El kell utaznom Rómából. Engedelmeskedj neki. Miért? Cselszövés készül. Mindig készül cselszövés. Itt már nem segíthetsz neki. És ott hogyan segíthetnék? Tanulj. Légy katona, szónok, politikus. Nem akarok politikus lenni. Akkor nem szereted Cézárt. Még ő is tudja, hogy egyedül nem tud vaskézzel uralkodni. De te gyűlölöd. Félsz tőle. Igen. Akkor miért segítesz? Zászlónk magánviseli jelszavunkat. SPQR. A szenátus és Róma népe. Ez az egység tett minket naggyá. De hagytuk, hogy egyesek viszályt szítsanak. A polgárháborúnak vége. A viszálykodók azonban továbbra is felfalnak minket. Belülről terjesztik a rothadást. Hogy helyreállítsuk az egységet a szenátus és a nép között. Nincs más választásom, mint elfogadni a hivatalt és hatalmat, melyet még senki nem birtokolt. Ahogy Perpetuo diktátor, életem hátralévő részét Róma összetartásának és jólétének szentelem. Kleopátra elvette az eszét. Róma nem engedheti, hogy egy ember kezében összpontosuljon a hatalom. Azt állítja, a szabadság nevében cselekszik, de császárrá koronáztatja magát. Kötelességünk azonnal cselekedni. Brutus, erőszakot javasolsz a barátod Cézár ellen? Tartsd meg a megjegyzéseidet, Cicero. Szavaid kemények, de alkalmanként igazat beszélsz. Nem törvényellenes megölni egy zsarnokot. Nemesi kötelességünk. Cézár meg akarja kaparintani a kiváltságainkat. Róma nem koronáz császárt. Élete hátralévő részét nem hiszem, hogy sok van hátra. A macedón légiókkal gyakorlatozni. Hogy háláljon meg neked? Ki lesz az utitársa? Cézár egy barátjának a fia. Cézár parancsára. Biztos egy katona? Minden bizony. El nem mert ejteni azt a tartályt! Octavius! Gaius Pét!
mecénás! Készen állok az expedícióra! A légió kiképzőtábora, Apollónia, Hellas. Támadj! Isten hozott! Fáradt harcosok, készültem! Finom étel és bor vár rátok! Mit csináltál egész nap? Aludtam? Lábadoztam. A tegnapi közelharcban szerzett súlyos sebemből. Megvágtad magad a kardoddal rajzolás közben, az nem harc. Egy harcos gúnyos szava mélyebb sebet ejt, mint kardja. Akkor óvatosan gúnyolod. Nem gúnyolódom. Akárki láthatja, hogy a parancsnokok felismerik tehetségedet. Valóban, rendkívüliek a képességeid. De megszoktam, hogy dicsérek. És még nincs vége. Felfedeztem egy kis meglepetést. Agrippa, a remek katona, tehetséges építész is. Teszed le! Valójában nem is harcolni akar, hanem építeni. Méghozzá nagyon jól. Láttad már a rajzait? Csatornák, hidak, akvaduktok, nagy épületek. Egy nap mindet felépíti. Ne nyújj a dolgaimhoz! Mi vagyunk a három király. Octavius a vezér, Agrippa a katona, és Mécénász a... A száj! Mécénász a politikus. Álljatok fel! Kocincsunk ránk, hogy mi uralkodjunk a világon. A világra! A világra! Esküdjünk, hogy semmi nem szakíthatja szét ezt a barátságot. Esküszünk! Eltört a bordája. Vegyük le a páncélját. Emeld fel a karját. Nem maradhatok a sátorban. Ha valaki eltalál, meghalsz. Igaza van. Nem maradhat itt. Tudod is te, ki se lépsz a sátorból. Én nem vagyok Cézár unokaöccse. Ne engedd, hogy hozzáérjenek. Elég, ha csak mutatja magát. A megjelenés a legfontosabb. Ez igaz. Jól hallottam? A nagy tábornok megdicsért. Siessünk. Nem része a szolgálatnak, hogy meztelenül lássunk. Octavius. Most érkezett Rómából. Cézárt meggyilkolták. Veszélyben az életed. Cézár a végakaratában téged nevezett meg utódjául. Meg fognak ölni. Octavius! Mi történt velem? Nem egy gondolat szállt meg, sem egy érzés. Átléptem a szavak és érzések határát. Két hű barátom társaságában is tudtam, hogy mostantól magamra maradtam. Rómába megyek. A tény, hogy isteni atyám fiává fogadott, örökre elválasztott minden embertől és baráttól. Cézár rám testálta az álmát. Cézár álma volt, vagy a büszkeséged? Az istenek választottak. Kényelmes az istenek választottjának lenni, igaz? Gondolkodás nélkül dönthetsz életekről, mert kiválasztott vagy.
Az első a küldetés, bárkit is kell elpusztítanod. Sokakat kellett elpusztítani. Szükséges volt. Ha az istenek téged választottak, nem engem. Ők adtak nekem. Az egyetlen gyermekem ugyanezt a terhet hordozza. Szeretem Juliust. Marcus Antonius fia. Amikor visszatértem Rómába, nem Cézár gyilkosaitól féltem, hanem Marcus Antoniustól. Ügyesen ölt, a vérében volt. Pontosan ilyen emberre volt szükségem, de megvolt a veszélye. Fúj! Aj! Oh! Oh! Aj! Ugarj, gyorsan! Ha meglátnak... Ilyen ruhában? Ne. Soha nem élem túl. Volt egy roppant merész tervem. Nem tudtam, hogy beválik-e, de először el kellett távolítanom Marcus Antoniust Rómából. Lepidus? Marcus Antonius? Miért nem értesítettél, hogy visszatérsz Rómába? Úgy gondoltam, veszélyes lehet. Ez igaz. Elfoglalta Cézár házát. Ő is így akarta volna. Láttad meghalni. 20 ember rontott ránk törrel. Csoda, hogy életben hagytak. Nem kívánhatták a halálod. Cassius Decimus és Brutus menekül. Mikor fogod el őket? A szenátusban még ott ülnek a barátaik. Nem hagyják jóvá, hogy utánuk eredjek. A nép az, aki bosszúért kiállt. Decimusnak 6 légiója van Galliában. Ó. Nem tudtam, hogy féltek csatába menni. Újabb polgárháború? Ezt akarod, fiam? A nevem Gaius Cézár. Azt javaslom, bánj óvatosan e név használatával. Cézár rám hagyta a nevét. És az örökségemet. Idő, amíg a szenátus jóvá hagyja a végakaratát, ha egyáltalán jóvá hagyja. Addig is azt javaslom, menj haza. Itthon vagyok. A terv második része a nép támogatásának elnyerése volt. Róma népe! Róma népe! Julius Cézár fia, szól hozzátok! Julius Cézár emlékére szólok. Konzulként és prokonzulként szolgálta a szenátust és a népet. Meghódította egész Galliát. Saját kezdeményezésére házat emeltetett Róma szenátusának. De még többet akart Rómának. Igazságot és jólétet akart mindenkinek. De életét rövidre szabták. Így jogos örököseként én, Cézár, örökségem felét átengedem a népnek, Rómának! Hatásos beszéd volt. Te írtad. Ah, igen. Szavaid mélyen megérintettek. A... Cézár. Újra felszított a gyászom. Igaz, voltak vitáink Cézárral, de bizonyára tudod, nem én öltem meg. Miért feltételezném ezt? Rómát egy valaki fenyegeti, aki nem tartja tiszteletben még Cézár végakaratát sem. Marcus Antonius azt mondta, csak idő kérdése, hogy a szenátus elfogadja apám végakaratát. Marcus Antonius az életedre tör. El kell hagynod Rómát. Nem. Antonius elment. Decimust üldözi Galliában. A köztársaságnak szüksége van rád. Ezért támogatom az ügyedet. Mondd, mit akarsz?
Mire van szükséged? Nincs hol laknunk. Most már van. Adok egy házat. Mi ketten sok jót tehetünk egymásért. Cézár. Gaius Cézár. Lívia! Ne. Már túl késő. Túl késő? Mi ez túl késő? Feleségül adtak Claudiushoz. Hogy? Miért? Apám akarta így. Ez a házasság fontos szövetség. Szövetség? Védi a családját. Cézár halála, Marcus Antonius hatalma nagyon veszélyes a családomra nézve. Itt vagyok én. Octavius, bátorságra valahogy visszajöttél, de hogy elérd a célodat, minden fegyvert fel kell használnod. Miről beszélsz, Lívia? Ha sikerrel akarsz járni, pénzt kell szerezned. Házassággal. Köszönöm a tanácsot. Nem adhatok többet. De igen! Bocsáss meg egy buta parasztfiúnak, hogy azt hitte, hogy szereted! Miért adta nekünk Cicero ezt a házat? Azt hiszi, felhasználhatja Octaviust Marcus Antonius ellen. Miért? Tám még mindig élvezed a macedón légiók bizalmát? Nem tudom. Vagyis egyetlen kard sincs mögöttünk? Nagyobb szükségünk van pénzre. Pénz nélkül nem lehetsz politikus. A politikusokat a kard irányítja, a légiók. Róma csak ezt az egy nyelvet érti. Mit tudhatsz te Rómáról, paraszt fiú? És mit tudhatsz te az életről a párnáidon és a boron kívül? Elég! Pénzre van szükségünk, hogy megvegyük a macedón légiókat. Akkor csupán egy dolgot tehetsz. Vedd el Scribonia Flavia pénzét. Ki az a Scribonia Flavia? Egy kedves lány, akit elvarázsolt egy vérző szívű hős. Ölj meg, ha akarsz! Fogd Agrippa kardját! Vezér vagy? Nem alkalmas az idő, hogy félúton megállj. Az életünk a tét ebben a játékban. Igen, most a tiéd. Feladat. Szüntelen a feladatodról beszélsz. Ha akarod, el kell venned őt. Nem Lívia fogja tálcán elét tenni. Ide Cézár kell. Cézár! Halott! Éljen soká, Cézár! Jól gondold meg, Agrippa. Felkészültél egy új Cézárra, vagy sem? Felkészültél, hogy visszaved Rómát a mohó nemesektől, vagy sem? Kiállsz Róma népe mellett, vagy sem? Éljen soká, Gaius Cézár! Eljött az idő. A római szenátus Krisztus előtt 43-ban. Rómában maradtam és elvettem Scribonia Fláviát. Mécénász megnyerte a nemességet, Agrippa visszatért a légiókhoz. Ha értem akartak harcolni, jönniük kellett, és az alkalmas pillanatban támadtunk. Ma törvényre emeljük Julius Cézár végakaratát. Eleget teszünk utolsó kívánságának, fia posztumusz adoptálásának. Íme Octavius Cézár.
Köszönöm, hogy apám végakaratát támogatjátok. Marcus Antonius konzul akaratával szemben. Aki szégyent hozott mindannyiunkra. Elhagyta Rómát. Elhanyagolta a szenátori feladatait. És jogtalan háborút indított Decimus Gallia kormányzója ellen. Decimus részt vett Cézár meggyilkolásában. Senki nem óhajtja nálam jobban az igazságot. De vádolta-e a szenátus Decimust e bűnnel? Vagy Cassiust, vagy Brutust? Nem. Antonius a saját szakállára cselekedett. Elment anélkül, hogy bármelyikőtökkel konzultált volna. Ez igen súlyos tett. Senki nem állhat a Római Köztársaság törvényei fölött. Semmilyen ürüggyel. Cézár igen bátran leplez le egy veszélyes zsarnokot. Kijelentem, hogy Marcus Antonius a köztársaság ellensége. A konzuli posztot üresnek nyilvánítom. És e veszedelmes pillanatban hajlandó vagyok személyes áldozatot hozni. És... Cicero, szabad? Köszönöm. Engedjétek meg, hogy a szenátus elé terjesszem Róma következő konzuljának nevét. Kijelentem, hogy Róma új konzulja mától Gaius Cézár. Julius Cézár fia. Mi jogosít fel arra, hogy ezt tedd? A macedóniai légiók támogatása Marcus Agrippa vezetésével. Aki lojális volt Cézárhoz, és most a fiához. Katonák! Sorba! Ez a terv bevált, de meg kellett nyernünk az igazi hatalommal bíró szövetségest, Marcus Antoniust. Az asztal fia tiéd, Cézár fia. Nos, fiam, te kérted a találkozót. Magyarázd meg, miért ne öljünk meg most azonnal? Antonius Lepidus. Atyám megbosszulásához kérek segítséget. Te vagy Róma konzulja. Te parancsolsz a macedón légióknak. Mire kellünk mi? Tudod jól, hogy kevés vagyok egymagam. Miközben elfoglalta szenátori székemet, Decimus Macedóniába szökött a légióival, Brutus és Cassius kíséretében. De a segítségemért könyörögsz. Ellenőrzésük alatt tartják a földeket. Ha akarják, halálra éheztetik Rómát. El kell pusztítani őket, de nélkülem nem tudjátok megtenni. A szenátus lelkesen kiáltott ki az állam ellenségévé. Kevés barátod maradt, Antonius, tudod jól. De ha én, a vádlód, kiállok a kúriára és hősnek kiáltalak ki, nincs más választásuk, mint visszahelyezni. Megtámadni Decimust? Igen. De előbb ellenőrzésünk alá kell vonni Rómát. Elfoglalhatjuk a várost, de nem tarthatjuk meg. Ha csak nem hagyjuk ott csapataink felét. Ha csak nem tesszük azt, amit apád elutasított. Törvényen kívül helyezés. Mindenkit, aki az ellenségünk, halálra ítélünk. Az ítéletet bárki végrehajthatja. Törvényes öldöklés. Ezt Cézár elutasította. Éppen ezért ülünk ma itt. Írd fel ellenségeid nevét. Nincsenek neveim. Nincs bátorságod. Sok oka van a halálnak, de a bátorság hiánya mindig végzetes. Ölj, vagy megölnek, Cézár. Ilyen egyszerű. Ez volt életem legtragikusabb pillanata. Apám álmának megvalósítása érdekében el kellett árulnom őt.
Azok, akiket Antonius meg akart ölni, a kezüket sem emelték ellenem. De te egyetlen nevet sem írtál. Ezt mindenki tudja. Ez nem igaz. Lívia és a családja nevét kihúztam a listáról, de a férjét rajta hagytam. Húzd ki az övét is. A feleségét akarod? Itt a lehetőség. Emberek ébredtek arra, hogy halálos ítéletük a fórumon függ kiakasztva. Megkezdődött az öldöklés. Antonius gyilkosai brutálisak voltak. Így ismerte meg haragját egész Róma. Nézzétek! Antoniusnak után! Menekülünk gyorsan! Cicero! Gyere ki! Itt a nyakam, Antonius! Használd a kardot! A terv bevált. Rettegés uralkodott el a város ellenállói körében. Kérem, nyissák ki! Kérem! Kérem, nyissák ki! Nyissák ki! Ne! Bocsássanak meg az istenek! Agrippa, szegény Agrippa, sorra húzta ki a neveket a listáról egymás után. Ezt az árat kellett fizetnem Rómáért, és megfizettem. Még ma is hordom a terhét. És ez történik újra, ha Róma olyan császár nélkül marad, aki méltó örököse Cézár nevének. De ez nem történik meg. Te meg én ma éjjel történelmet írunk. Biztosítjuk, hogy a te fiaid uralkodjanak a birodalom fölött. A te fiaid, nem Lívia fia. Egyszer már életet adtál a fiaidnak, Júlia. Adj nekik újra életet. Nekik. És a római birodalomnak. Octavius! Tudod, hogy kell új világot építeni? A régi elpusztításával. Megtörtént. Nem. Csak most kezdődik. Cézár gyilkosai menekülnek. Vagy megtámadjuk Cassius, Brutust és Decimust, vagy fölöslegesen ontottunk oly sok vért. Deklarálod a háborút? Cézár. Ezt az árat kellett fizetnem Rómáért. És megfizettem. Lucius! Lucius, ébredj! Ébredj! A nagymama orvosságot hozott neked. Idd meg! Jól van. Ügyes fiú vagy.
Gaius, ébredj! Ébredj! A nagymama orvosságot hozott. Jól van, így állnék. Mit csinálsz itt? Folytatjuk.